Üdv szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban 15 hasznos angol kifejezést szeretnék mutatni neked, hogy magabiztosan tudj rendelni egy étteremben. Ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant és letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent nézz rá a tréningjeimre ennek a videónak a leírásában. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Ebben a videóban egy étterembe kalauzollak téged. Megnézzük, hogy milyen szavakat, mondatokat és kifejezéseket használj akkor, hogyha megérkezel az étterembe, ha éppen rendelni szeretnél, és azt is megnézzük, hogy hogyan kérd el a számlát, és mit mondjál akkor, hogyha úgy érzed, hogy túl számlázták az étkezésedet, tehát többet kell fizetned, mint ahogy azt eltervezted. Természetesen, ahogy azt megszokhattad, az összes mondat lent van ennek a videónak a leírásában. És akkor vágjunk is bele, tehát mit mondjál akkor, amikor megérkezel az étterembe? Elképzelhető, hogy te már korábban asztalt foglaltál ebbe az étterembe, amikor megérkezel oda a családoddal, úgyhogy amikor belépsz, és szembe jön a kedves pincérhölgy vagy pincér úr, akkor azt mondod neki, hogy hi, we have booked a table for 3 people, my name is. Tehát üdv, 3 főre foglaltunk asztalt, a nevem, ... és mondod a nevedet, ő pedig el fog vezetni téged ahhoz az asztalhoz, amit lefoglaltak nektek. Ha bemész egy étterembe mondjuk Angliában, és azt látod, hogy nagyon-nagyon sokan vannak bent, nehezen, nem is nagyon látsz üres asztalt, és szembe jön a pincér, akkor meg tudod kérdezni, hogy van-e esetleg szabad asztaluk, vagy nincs, vagy menj tovább egy másik étterembe. Úgy tudod ezt megtenni, hogy azt mondod neki, hogy hi, do you have a table free? Üdv, van szabad asztaluk? Vagy, hogyha az előbbi példánál maradunk, és a családoddal mész be az étterembe, szintén 3 fővel, akkor azt mondhatod, hi, do you have a table for 3 people? Üdv, van szabad asztaluk 3 főre? Ő pedig elmondja, hogy igen, nem, és oda vezet téged. A következő nagy blokk a rendelés. Hogyan kér étlapot, hogyan rendelj? Először is van olyan étterem, ahol automatikusan odahozzák neked az étlapot, de lehet, hogy ezt is külön el kell kérned, vagy például az itallapot el kell külön kérned, úgyhogy ezt úgy tudod megtenni, hogy azt mondod, could we see the menu, or could we see the drinks menu, please? Láthatnánk az étlapot, vagy az itallapot, kérem? Megkaptátok az étlapot, és mondjuk, hogy még nem választottatok, de a pincér már oda jön nézelődni, hogy rendeltek-e, de pedig még szeretnél egy kis időt kérni tőle, ekkor azt mondod, we are not ready yet. Could you give us a few more minutes? Még nem vagyunk készen. Adna nekünk még néhány percet, kérem? Ebből ő érteni fogja természetesen, hogy még egy ideig ne zavarjon titeket. Ha már eldöntötted, vagy eldöntöttétek, hogy mit szeretnétek rendelni, akkor azt a következőképpen tudod megtenni, következőképpen tudod leadni a rendelésed. A legegyszerűbb és a legrövidebb mondat, I would like a, és mondod az étel nevét, tehát szeretnék egy. Ugyanez egy kicsit udvariasabban. Could I have a, vagy could we have a, kaphatnék egy, vagy kaphatnánk egy, és megint mondod az étel nevét. Ha például szeretnétek újra rendelni valamit, például egy üveg ásványvizet, akkor azt mondod, hogy could you bring me another bottle of water, please? Hozna nekem még egy üveg vizet? Kérem. Jó, tehát így tudod leadni a rendelésedet a legegyszerűbben. Amikor végeztetek, szokás az, talán Magyarországon is így van ez, hogy megdicséred az ételt, hogyha minden ízlet, tehát mondhatsz egy olyan mondatot a pincérnek, mielőtt elkered a számlát, hogy that was delicious, thank you. Ez fenséges volt, ez remek volt, köszönöm. Vagy ha megkérdezi, hogy milyen volt az étel, azt mondhatod neki, everything was fine, thank you. Minden kitűnő volt, minden tökéletes volt, köszönöm. És akkor nézzük az utolsó témánkat mára, hogyan tudsz fizetni, hogyan kérd el a számlát. A legegyszerűbb mondja annak, ha szólsz a pincérnek, és azt mondod,
Could I have the bill, please? Could I have the bill, please? Tehát megkaphatnám a számlát? Vagy megkérdezheted, hogy fizethetsz-e itt hitelkártyával? Could I pay by credit card? Fizethetek hitelkártyával? Ha készpénzzel fizetsz és borravalót szeretnél adni, akkor jelezheted ezt is a pincérnek, egyszerűen azzal a nagyon-nagyon rövid mondattal, keep the change. Keep the change, tartsa meg a visszajárót. És akkor a végére szeretnék még két mondatot mutatni, ami hát nem egy ideális helyzet, akkor használjuk ezt, ha úgy érzed, hogy valami gond van a számlával, és azt akarják, hogy többet fizess, mint amennyibe az étel került. Hogyan tudjuk ezt finoman és udvariassal jelezni? Could you check the bill, please? It doesn't seem right. Could you check the bill, please? It doesn't seem right. Ellenőrizni a számlát, kérem. Úgy tűnik, nincs rendben. Ugye ezzel finoman jelzed, hogy itt valami gond van ezzel a számlával, vagy tudjuk ezt egy kicsit határozottabban is kommunikálni. I think you have made a mistake with the bill. Could you check it, please? I think you have made a mistake with the bill. Could you check it, please? Azt hiszem, hibázott a számlával. Ellenőriznék, kérem. Nos, én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad. Kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!